Az egészségügyi minisztérium javaslata szerint és a jelenlegi járványügyi helyzet alapján lerövidítették az óbecsei COVID rendelő munkaidejét, közölte az Óbecsei Egészségház. A COVID rendelő reggel 7 és 17 óra között fogadja a betegeket. Óbecse község az elkövetkező napokban csaknem 200 új facsemetével lesz gazdagabb. A közterületek vásításának projektjéről van szó, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium 1,6 millió dinárral támogatott, míg Óbecse község mintegy 400 ezer dinárt különített el erre a célra. A Drea és Milesevó közötti egykori illegális hulladéklerakó területén megkezdődött a szélvédősáv telepítése, amely 150 darab hárs és nyárfa csemetéből áll majd. Két helyszínen kezdtük meg az ültetést, és ez magában foglalja Óbecse község egész területét, azonban a pályázat alapján két lokáció lett kiválasztva. Ez az egyik, amely nemrég még illegális lerakó volt. Ide ültetjük a facsemetéket, hogy szélvédő sávot alkossanak, és hogy megakadályozzuk az embereket abban, hogy ezt a területet továbbra is hulladéklerakónak használják. A facsemetéket három sorban tervezzük ültetni egymástól megfelelő távolságra, annak érdekében, hogy a fák felfogják a szelet és a földet. Jó hír a harmadik helyi közösség lakóinak, hogy területükön a Danilo Butyán utcában egy kisebb park helyet alakítanak ki, amely kezdetben 41 facsemetéből áll majd különböző fafajtákból. A másik helyen, a Danilo Butyán utcában valójában egy kisebb parkot fogunk kialakítani. Lesznek vadcseresznyefák, nyárfák, vadkörte és vadalmafák. Az, ami jó, hogy az időjárási helyzet megfelel az ültetésre, ugyanis elsős időszak következik, így maga a természet is segítségünkre lesz abban, hogy minél több facsemete megmaradjon. Természetesen hagyunk tartalékba is ültetvényt, amennyiben valahol valamelyik facsemete nem fogja meg, akkor azt ezekkel tudjuk pótolni. A projekt része az új facsemeték gondozása, illetve öntözése is. Ez a munka az Óbecsei Kommunálác közvállalat feladata lesz, amely az ültetést is végezte. Mi korai hársfákat ültetünk erre a helyre, mert úgy véljük, hogy ezen a terepen könnyen megmarad, ugyanis a vegetáció végén járunk, következik a növény pihenési időszaka, és mivel maga a növény 4 éves, a megfelelő gondozással biztosan könnyen meg fog maradni, és nem lesz probléma. A fásítási akció ezen a héten is folytatódik. Az Óbecsei Népkönyvtár műhely munkát szervezett, melynek keretében a résztvevők horgolni tanultak és amigurumi babát készíteni. Ez egy szórakoztató és edukatív program, amelyet a 8 és 14 év közötti gyerekeknek szántak. A résztvevőknek az első órán lehetőségük nyílt megismerkedni a horgolás alapelveivel. Az Óbecsei Népkönyvtár évről évre arra törekszik, hogy minél változatosabb tartalmat kínáljon a gyerekeknek, annak érdekében, hogy elszakítsuk őket a mai divatos internetes világtól és a korszerű technológiák világától, mert úgy véljük, hogy az egyéb tartalmak sokkal fontosabbak lehetnek a gyerekek fejlődésében. Ezúttal olyan műhelymunkát szerveztünk, amelyen a gyerekek megtanulhatnak horgolni és amigurumi babákat készíteni. Az elképzelésünk az, hogy a műhelymunka minden szerdán 17 órától lesz megtartva, melyeken azon kívül, hogy a gyerekek megtanulnak horgolni, arra is lehetőségük lesz, hogy egymás között barátkozzanak, és minőségesen eltöltsék szabadidejüket. Az óbecsei Snezsana Stefanovics 2 éve kezdett horgolni. Ekkor kezdett el amigurumi babákat is készíteni. Annak érdekében, hogy ez a képessége ne merüljön feledésbe, úgy döntött, hogy tudását továbbadja a fiatalabb generációknak. A könyvtár igazgatónőjével, Lovas Gyantával támadt az az ötletünk, hogy tartsunk egy közös műhelymunkát, ahol a gyerekeket megtanítjuk erre a régi kézi munkaképességre,
a horkolásra, amit aztán átváltunk japán babák kidolgozásába, hogy megtanulják ezek kidolgozását, és hogy minél érdekesebb legyen számukra a horkolás. És amellett, hogy játszhatnak az elkészült babával, élvezhetik annak elkészítését is. Az első órán a horkolás egyetlen láncszemének elkészítését fogjuk megtanulni. A sorkészítést és a többit pedig fokozatosan a harmadik, negyedik, ötödik vagy hatodik órán sajátíthatják el. Miután megtanulták a horkolás alapjait, utána már egyedül készíthetnek bármilyen babát. A horkoláshoz elsősorban jó akarat kell, majd egy horkoló tű, egy gyapjú gombolyag, és kezdődhet az alkotási folyamat. A program lányoknak és fiúknak egyaránt szól. Jó, és nem annyira nehéz, mint amennyire eleinte gondoltam, hogy nehéz lesz. Én már alig vártam, hogy itt lehessek, mert nagyon szeretem ezeket a babákat. Nagyon szépek, és szeretném egy nap én is megtanulni elkészíteni őket. Azért szeretem, mert lehet ilyen állatokat csinálni, és ilyen terítőket. Az elképzelés az, hogy ezeket az egyébként ingyenes műhelyeket a jövőben is megtartják mindaddig, amíg lesz érdeklődő. Ehhez a programhoz szerdánként 17 órától csatlakozhatnak az érdeklődő gyerekek az Óbecsei Népkönyvtár helységeiben. Óbecse Község Sportszövetsége 3-3 elleni iskolai kosárlabda versenyt szervezett a községünk területén lévő általános és középiskolások számára. A versenyt az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola tornatermében rendezték meg. Fiú és lány csapatok gyűltek össze. Az általános iskolákból van két fiú csapatunk és négy lány csapatunk, a középiskolások versenyében pedig két lány csapat és három fiú csapat versenyez. Az első helyezett csapatok tovább jutnak a körzeti versenyre, amit Újvidéken tartanak. Az általános iskolások között a lányok versenyében az első helyezést a Sztrávko-Klozsánszki általános iskola csapata szerezte meg, a második a Szevert Gyurkics csapata lett, a harmadik helyen pedig a Petőfi Sándor általános iskola csapata végzett. A fiúk között az első szintén a Sztrávko csapata lett, a második helyet pedig a Szever fiú csapata harcolta ki. A középiskolás lányok között a gimnázium csapata szerepelt a legjobban, míg a második helyet az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskola kosarazó lányai szerezték meg. A fiúk versenyében szintén a gimisek végeztek az első helyen, a második helyen a közgazdászok, a harmadik helyet pedig a műszaki iskola diákjai szerezték meg. A héten tartjuk a középiskolások és az általános iskolások kosárlabda versenyét a sportközpontban. Ezek után novemberben lesz még röplabda tornánk is, szintén általános és középiskolák számára, fiú és lány csapatok versenyében, és ezzel fejeződnek be az idei év versenyei. Ma az általános iskolásoknak, holnap pedig a középiskolásoknak rendeznek kosárlabda versenyt.